Jó estét kívánok! Ha azt mondom, Mátyás, akkor valószínűleg a legnagyobb és legnépszerűbb magyar uralkodó jut eszünkbe. De vajon mennyire helytálló az a Mátyás kép, ami bennünk él? Úgy ismerjük-e Mátyás királyt, amilyen valójában lehetett? Erről és még sok minden másról is szó lesz ma. Nézzük! A legendák királya és a valós személy. Hunyadi Mátyás a kortársak és az utókor szemében. Az olasz nő, aki etiketre nevelte a magyarokat. Beatrix királyné tündöklése és bukása. A legújabb kutatások, vajon sikerül-e beazonosítani Mátyás király csontjait? Alternatív valóságok, mi lett volna, ha Mátyás fiát királlyá választják? Elkerülhettük volna Mohácsot? Itt van velünk a stúdióban Illik Péter, magyar történelem szakos tanár, történész, a Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjának munkatársa. Na hát van egy történelmi Mátyáskép nyilván, amit a történészek tudnak, és van olyan, amit tanulunk az iskolában, és vannak a mondáink. Ez a két Mátyáskép, ez mennyire összevethető, vagy mennyire ugyanaz? Ugyanazt tudják-e a történészek, mint amit a mondáink mondanak? Talán vezessük be azt, hogy nem is akkor egy Mátyás, hanem Mátyások vannak. Ugye a történészi Mátyáskép, a narratívánk Mátyásról, a néphagyomány, a folklórkép, a középiskolai oktatás, az egyetemi oktatás, tehát számos Mátyásképünk van. És természetesen mindannyian kapcsolódunk ehhez a folklorisztikus képhez, mint a bejátszásból is láttuk, ugye a mesék Mátyás királyról történetekhez mindenki tud kapcsolódni. Nyilván a történettudomány azért úgy látja, hogy ez a fajta Hunyadi Mátyás, ami a folklórban él, tehát Mátyás áruhában megmenti a szegény embert a bárótól, ez a történészek szerint nem helytálló. Tehát ilyen értelemben véve ez a Mátyáskép talán történetileg nem áll meg. Rendben, akkor innen folytatjuk, hogyha megengedi. Most idézzük fel, hogyan is él népmeséinkben Mátyás alakja. Egyszer szabadságos huszárnak öltözött Mátyás király, és úgy vágott az Alföldnek akár más katona, aki öreg szüléjéhez iparkodik. Csak hogy ő az igazság után gyalogolt, ami árruhában gyakran könnyebben utolérhető, mint királyi palástban. Mátyás király, ahogyan a legtöbb gyerek megismeri a népszerű rajzfilm sorozatból. Az uralkodó, aki áruhában jár a nép között és igazságot tesz. A gonoszok és gazdagok pórul járnak, ám az egyszerű, becsületes embereknek nincs félnivalójuk tőle. A Mátyásról szóló képünket erősen befolyásolják azok a mondák és énekek, amelyek szájhagyomány útján terjedtek évszázadokon keresztül, és nem csak hazánkban. A szomszéd ukrán, szlovák, szlovén, délszláv népek sokszor még gazdagabban őrizték meg a Mátyás történeteket, mint mi magyarok. S hogy milyen volt Mátyás valójában? Talán kicsit tényleg olyan, mint a mesékben, talán nem. Na komám, látod-e ott azt a fényes kíséretet? Bizony látom. Hát mindegyik levette a fejéről a sityakot, és minket bámulnak. Na komám, tudod-e már, hogy ki a király? Hát, vagy te, vagy én, koma, mert csak nekünk van a fejünkön tökfödő. És természetesen mindannyian megmutatjuk a gyerekeinknek a Mátyás meséket, Mátyás mondákat, és így van ez jól valószínűleg, gondolom történelemtanárként ezzel egyetért, hogy meg kell mutatnunk. Jó, no de hát járt-e áruhában Mátyás annak idején? Ez ugye egy rendkívül szerencsés kérdés, ugyanis nagyon fontos, hogy az áruhában járás az egy toposz. Egyrészt egy biblikus toposz, tehát számos történet van, hogy Krisztus nem ismerik fel. Márpedig a középkori szövegeknek nagyon sok kötődés van értelemszerűen a bibliai történetekhez. Másfelől Antonio Bonfini, tulajdonképp, ha úgy tetszik, Mátyás udvari történetírója, ír egy történetet arról, hogy Mátyás köles árus alakjában meglátogatta, hangsúlyoznám, nem a magyar népet, hanem a törököt fürkészte ki, hogy meg akarja támadni a magyar királyságot. Tehát végül is tudunk ilyen történetről. Már az udvari történetírója írta, és ő esetleg ki is színezhette mondjuk Mátyás érdekében ezt a képet. Mennyire volt népszerű annak idején Mátyás? Mátyás népszerűségével kapcsolatban mindig bejön egy kérdés, és ez az, hogy szét kell választanunk azt, hogy ahogy a kortársak látják, ahogy a későbbi korok látják, és azért, amikor ítélünk vagy értékelünk, abban mindig a saját jelenünk erős szerepet játszik, ugye ezt hívjuk szépen retrospektív értékelésnek. Na most ugyanígy Mátyás után, ha együtt számolunk, 1490-től 2020-ig, ugye eltelt 530 év, ha jól mondom. Ebből körülbelül 100 év az, amikor Magyarország egy egységes és független állam, tehát nem valamely birodalomhoz tartozik. A hortikorszak, a rendszerváltás óta eltelt időszak, és a Mátyás után mondjuk 1541-ig. Tehát nyilvánvaló, hogy Mátyás uralma értelemszerűen a későbbi korok balszerencséi miatt felértékelődik. Saját korában nem örvendett olyan 100%-os népszerűségnek, mint amilyen mondjuk most a népmesei hagyomány, amit látunk. Hány százalékos népszerűségnek örvendett, és miért nem örvendett akkorának? Ugye a történelemkönyvekben persze ezt tanuljuk, hogy magas adók voltak azért, hogy az országot például meg tudják védeni, vagy hogy a Mátyás hadjáratait, amelyeket nyugatra is vezetett, vagy északra és nyugatra, ezeket finanszírozni lehessen. Itt tulajdonképpen a válasz az adott. Egyrészt már a már említett Bonfini a temetés után nem sokkal azt mondja, hogy a nép, amelynek évente a nagy és sok háború miatt 4-szeres adót kellett fizetnie, most sóhajtozik és fél, hogy feldúlják a földjék. Fogadkoznak, hogyha a királyt 6-szoros áron kiválthatnák a más világból, megfizetnének érte. Itt jegyezném meg az érdekesség kedvére, említette a bejátszás a szlovén népmesei hagyományt. Van egy olyan történet, miszerint Mátyás a szerelméért lement a halvilágba, tehát ez sem példa nélkül való. A meghalt Mátyás oda az igazság. Ez röviddel Mátyás halála után képződött már ez a mondás? Vagy ez tényleg a későbbi korok, amikor már török megszállás alatt volt teljesen az ország, annak a terméke? Amire hivatkozni szokás, az mindig Heltai Gáspár 1575-ben, hogy ezt megírja, de erősen úgy tűnik, hogy ez már korábbi, tehát legalább a 16. század elején jelentős, illetve azért fölhívnám arra a figyelmet, hogy amikor az igazságról beszélünk, az igazság szónak nagyon sok értelme van. Egyfelől nyilván az, hogy valaki betartja a törvényeket, igazságos, türelmes ember, ez például Szent István így definiálja az intelmekben. De ha megnézzünk bármely középkori latin szótárat, az igazság erősen kapcsolódik a háborúhoz, az igazságos háborúhoz. És ilyen értelemben van egy olyan gyanúm, hogy már Mátyás idején egy komoly érték az, hogy Magyarországon, a Magyar Királyságban béke van. Tehát én azt érzem, hogy a meghalt Mátyás oda az igazság, az a kortársaknak kicsit meghalt Mátyás oda a békesség jelentéstartammal is rendelkezhetett. Mi árnyékolja be egyébként még a kortársak Mátyás képét? Mert azért azt látjuk, hogy Mátyás közvetlen környezetével is viszályba kerül. Tehát Szilágyi Mihály az ő nagybátyja például, akivel nagyon komoly viszályba kerül, Vitéz János, és mondhatnánk itt sorban neveket. Nyilván azért azt ma már tudjuk, hogy nem volt egy alapvetően türelmes ember, illetve személyiségét tekintve is egy akaratos ember volt, és tulajdonképpen a későbbi koroknak és a kortársaknak is meg kellett ezzel küzdenie, hogy egy alapvetően nem könnyű személyiségről van szó. Lehet egy nagy király könnyű személyiség? Megint visszatérnék az igazság kérdéséhez. Nagyon fontos, hogy van egy keresztény középkori igazságképünk, ugye Pius et Justus, igazságos, kegyes, türelmes. Ellenben a 15. század végén, 16. században egyszer csak megjelenik az az elképzelés, például Machiavellire szoktak hivatkozni 1527-ben, hogy egy uralkodó akkor jó uralkodó, ha akár a megtévesztés eszközével is él, tehát nem feltétlen etikai jó, az etikai jó nem feltétlen vág egyben a praktikusan jó uralkodásra. Ha ezt megnézzük, ennek számos oka van, miért, de az egyik a török. Gondoljuk meg, hogy keresztény erkölcsi alapon a törökökkel mondjuk békét kötni, megegyezni, gazdasági szerződést kötni nem lehetne. Ellenben a 15. század, 16. században az Oszmán Birodalom egy nagyhatalmi szereplő. A politikai porondon van, meg kell vele egyezni. Tehát a reálpolitika és az erkölcs elég erősen ütközik. Most Hunyadi Mátyás első kézből tapasztalja meg ezt? Ha Hunyadi János hadjáratait végignézzük, Rigómező, Várna, a téli hadjárat, és így tovább, Nándorfehérvár, ugye a végén már védekezés, akkor azért azt mondhatjuk, hogy Mátyásnak talán ilyen nagy hadjáratai nem nagyon voltak. Mégis nevezhetjük őt törökverőnek, vagy egyszerűen csak megvédte a töröktől nagyjából az országot? A törökverő kifejezés azért alapvetően megint egy morális tartalmat hordoz, ugye azt várjuk, hogy a hős álljon ki. Ha reálpolitikailag nézzük, azt várjuk, hogy az országban békesség legyen. Az országban török, oszmán-török haderő tartósan nincs. Tehát békesség van. Ezért én azt gondolom, hogy a török verő helyett a törököt távol tartót javasolhatom, hogy a reálpolitikai cél az végül is megvalósult. No, hát minden esetre meséljük a Mátyás mondákat, Mátyás népmeséket a gyerekeinknek, azzal biztos, hogy nem teszünk rosszat. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta és itt volt velünk. Köszönöm. Mátyás megválasztásának és uralkodásának kezdete is Budához köt bennünket, és rezidenciáját is ott rendezte be aztán. És hogy milyen emlékezetet őriz ma róla a vár, annak is utána jártunk. Ha Mátyásról és Budáról beszélünk, akkor leginkább a kutyavásár jut eszünkbe, és persze a Dunajege, amin hívei 1458. január 24-én megválasztották. Mátyás nem származott királyi vérből, ezért a reprezentáció a külsőségek számára különösen fontosak voltak, és ez lett Buda szerencséje is. Ez a palota, ez egy hosszú építési folyamatnak a vége, hiszen Mátyás volt az utolsó, aki érdemben az újkor előtt hozzátett a palotához, illetve ő a saját ízlése szerint átalakította. Tehát ahol mi most vagyunk, az tulajdonképpen egy több száz évnek a folyamánya. Magából, a Mátyás palotából nagyon kevés maradt. Tehát a leírások, az egykori képi források azok, amelyek mutatják, hogy egy milyen csodálatos épületegyüttessel kell számolnunk. A török hódoltság, az 1686-os ostrom és a 20. század viszontagságai után mindebből alig látható már valami. Szerencsére azért maradtak eredeti emlékek is, amelyek Mátyás családtagjai iránti szeretetéről árulkodnak. Itt a mellettem lévő kisebb faragvány nagyon érdekes, ugyanis ennek irodalmi hátterét is ismerjük, ugyanis fennmaradt, hogy Mátyás király bátyja Hunyadi László tiszteletére egy szobrot állítatott azon a téren, ahol lefejezték őt. Ez egy Herkules szobor volt bronzból, és a talapzatán pedig a korszokása szerint egy felirat volt, ami a szobor tematikáját határozta meg. Ez a felirat Herkules Monstrorum Domitor, tehát Herkules a szörnyek legyőzője szerepelt. Ennek itt egy kis része van, itt a Monstrorum vége, illetve a Domitornak látszik az eleje. Úgyhogy ez alapján tudjuk pontosan, hogy mi volt ez a kis faragvány. Mátyás palota építési lendületéhez pedig végül egy asszony kellett, méghozzá második felesége személyében. Beatrix nápolyi királylány volt, aki pompa kedvelésén túl a kifinomult ízlést hozta magával szülőhazájából. Itáliai építőmestereket hivatott be, akikkel reneszánsz faragványokkal díszítette föl a palotát. Sok mindent már nem épített hozzá, legalábbis a régészeti feltárások alapján azt mondhatjuk, hogy eddigre a palota nagy része már állt. Inkább az egyes épület részeket újította föl, alakította át. Itt a mellettem látható vörös márvány és márga nyíláskeretek is ekkor épültek, illetve különböző kapuk, építészeti kisebb részletek, szobrok, díszítmények kerültek föl a palotára. Ezeken az építészeti részleteken legtöbb helyen megfigyelhetőek Mátyás király hatalmi reprezentációi, itt elsősorban a címerek, a hollós Hunyadi címer, illetve a sas, ami szintén az uralkodónak a jelképe volt, illetve megtalálhatóak több helyen feleségének is címerei, illetve más olyan szimbolikus jelvények, amiket részben az antik irodalomból, antik művészetekből emeltek át így a 15. század végén. S hogy milyen pompázatos is lehetett az élet a reneszánsz Budán, arról tanúskodnak azok a tárgyak, amelyeket akár a királyi pár is használhatott mindennapjai során. A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában most néhány héttel ezelőtt egy új kiállításrész nyílt, a Királyi Étkezőasztal Ékei címmel, ahol azokat a 15. század második feléből származó luxus étkészlet darabokat mutatjuk be, amely akár a Mátyás asztalán is lehetett, de mindenképpen az akkori elithez tartozhatott. Érdekes megfigyelni azt, hogy milyen művészeti alkotások ezek, milyen művészi kivitelű edények ezek. Tehát nem csak egyszerű pohara, vagy majolik a kancsok, hanem szépen megdíszített, ábrákkal ellátott edények. Én azt gondolom, hogy ezek többet jelentenek egy-egy étkészletnél, ez tényleg egy-egy kincs önmagába is, ha nézzük. Mi pedig Horváth Richárd történésszel folytatjuk a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársával. Na, Buda volt Mátyásnak a központja? Tehát ezt mondhatjuk, hogy innen intézte, hát mondhatjuk majdnem, hogy a birodalom ügyeit? Igen, ekkor már hosszú múltja van Budának, tulajdonképpen Zsigmond király uralkodás alatt már véglegessé vált, sőt, bizonyos szempontból Nagy Lajos uralkodás alatt már kialakult ez a központi funkció. Egy új lépés történik Mátyás uralkodása alatt. Hát ha szabad finoman úgy mondani, hogy elindulnak az újkori hivatalok kialakulása felé, és elkezdenek bizonyos bírói hivatalok Budán fixen működni, akkor is, amikor a király éppen máshol tartózkodik. Azért Mátyásnak nagyon nehéz helyzete volt, hiszen egyrészt nem volt királyi sarj. Másrészt, amikor megválasztják királynak, akkor nincs nála a Szent Korona. Hát Szent Korona nélkül Magyarországon érvénytelen a koronázás. Ezt Károly Róbert is jól megtapasztalta annak idején, amikor Magyarországra került. Szóval hogy tudta ezt valahogy áthidalni, és hogy az a bizalmatlanság, amiről már itt a műsorban is beszéltünk, az vajon fakadhatott-e ezekből a csalódásaiból, vagy ebből a kemény indulásból? Hát nem beszélve arról, hogy a bátyját azért lefejezteti az akkori király. Igen. Általában Mátyás korról szoktunk beszélni, de ez egy 33 esztendős időszak, az akár egy ember életében, vagy ország életében is nagy változásokat hoz. Ez sem egy egységes kor. Ahogy említette, pontosan az első néhány esztendő korona nélkül, 64-ben történik, 64 márciusában történik meg a koronázás. Egészen más Mátyást látunk, mint mondjuk az 1480-as években, amikor Korvin trón utódlásáért tesz meg mindent, amit el kell követni, egész más hatalomgyakorlás, sokkal több kompromisszumot kellett kötnie például az uralkodás elején, hogy meg tudja tartani egyáltalán a hatalmát, vissza tudja szerezni a Szent Koronát. De még fiatal is volt, nem? Hát 1443-ban született, ugye februárban, és 1458-ban választották királyá. Igen. Tehát tulajdonképpen 15 esztendősen már uralkodó. Ez kétségtelen, bár ebben a korban a fiatalságot egy kicsit másképp értékeljük. 15 éves férfi ember már birtokokról rendelkezhetett, picit érettebb volt, mint egy mai 15 éves fiatalember, valószínűleg. Nem a Mama Hotel, értem. Igen, igen, például, de kétségtelen tényleg rendkívül fiatal volt, és hát rendkívül komoly ellenfelekkel kellett, politikailag komoly ellenfelekkel kellett. Hogy képzeljük el Mátyás udvartartását? Láttuk itt a pompát. Így képzeljük el, ilyen pompásnak egyrészt, ez az kérdés egyik része, másrészt pedig mondta, hogy sok hivatal kötődik Budára, tehát itt azért sok százan vagy sok ezren voltak a király környezetében? Hát, százas nagyságrendről mindenképpen beszélhetünk. Kétféle, van egy reprezentatív udvartartás, ami az ünnepeknek, a követeknek és a külvilágnak szól. Egyébként ez így volt Európa más királyi udvaraiban is, tehát ebben rendkívül itt nem kell látnunk. És ne felejtsük el, hogy Mátyás életének jelentős részét utazáson, hadjáratban töltötte, számtalan olyan levele van, csak gyorsan, röviden írja le, hivatkozik is rá a címzetnek, hogy hirtelenében a tábori körülmények között csak ennyit tud írni, erre van ideje. Tehát egy nagyon két oldalú udvartartás, van egy költöző, egy itinerárius udvartartás, meg van a színpompás reprezentáció. A népmeséink gyakran mesélnek arról, hogy milyen nehéz megközelíteni a királyt, de hát persze azért a furfangos parasztember mindig bejut valahogy a király elé. De tényleg ilyen nehéz volt? Tehát hogy képzeljük el, hogy ott álltak az alabárdosok tényleg a vár bejáratánál, és akkor az volt az első lépcső, és mire a királyhoz bejutott valaki, hát 6-7-8 lépcsőn túl kellett lennie. Volt-e testőrsége például? Hát hivatalos testőrség nem, de testőrkatonák voltak körött, általában ezek nemesi ifjakból álltak. A létszámokat persze nem tudjuk meg, hogy ez meg milyen alakulatot kell értenünk. A könnyűség vagy nem könnyűség, pontosan a 15. század közepe második fele az, amikor elindul az a folyamat, hogy a királyok elválnak a szélesebb tömegektől, sokkal kevesebb személyes kontaktus, kialakul a titkárok rendszere, hogy bizonyos ügyeket csak a király titkár személyén keresztül lehet elintézni a királynál. Igen, valóban volt arra példa korábbiakban Európa szerte, hogy a királlyal együtt aludtak udvartartásának kiemelkedő tagjai. Na ez már a Mátyási udvar, különösen a második felében, ez már nagyon kevés elképzelhető, de még mindig a királyi hálószoba közelében mindig az általunk elképzelt, és sokkal többen tartózkodhattak. Na, köszönöm, nagyon izgalmas időszak lehetett ez mindenképpen. Kedves nézőink, mindjárt innen folytatjuk, most lássuk, hogy mi minden lesz még ma. A hunyadi gének nyomában beazonosíthatóvá válnak Mátyás király csontjai. Egy olasz nő Visegrádon, Beatrix királyné újításai a magyar gasztronómiában. alternatív forgatókönyvek, mi lett volna, ha Mátyás fiát megkoronázzák? Elkerülhető lett volna a mohácsi vész. Mi lett volna, ha? Tehát erről beszéljünk mindenképpen, mert hogy hát azért izgató helyzet ez, ugye meghalt Mátyás, oda az igazság, mi van, hogyha nem hal meg Mátyás mondjuk 1490-ben, akkor mi történik a következő esztendőkben? Mondjuk él még 40 évet, elkerüljük Mohácsot? Hát a 40 év az egy nagyon bátor. Jó, de hát mi lett volna, ha ebbe belefér? Ez kétségtelenül, hogy ez egy szellemi játék, majdnem minden megengedett. Biztosan másképp alakul a királyság sorsa. Azt gondolom, hogy két mindenen felül lévő szempontot kellett figyelembe venni, az osztrák-Habsburg kérdéskört és a trónöröklés kérdését, illetve hát az Oszmán Birodalom. 1483-tól Magyarország folyamatosan fegyverszünetben áll az Oszmán Birodalom, és lényegében az 1521-es Nándorfehérvári nagyostromig igazi nagy összecsapás nincs is. Tehát egy nagyon hosszú fegyveres béke, mert itt azért harcok voltak a határok mentén, de igazi nagy hadjáratok nem voltak. És egy picit el is pillett a magyar királyudvar figyelme, hogy egy milyen hatalom nőtt fel ott mellette, és amikor újra közvetlen harcérintkezésbe kerülnek, akkor szembesül Magyarország azzal a tényen, hogy egy hatalmas török birodalom áll mellette. Tehát amikor 40 évvel eljátszunk ezzel a gondolattal, akkor egy egészen más közép-kelet-európai hatalmi relációban kellett volna megoldani a trón utódlását. Mert hogy Mátyásnak megvoltak azok a képességei, hogy képes volt átlátni a helyzeteket, képes volt nagy uralkodóként, államférfiként távlatokban gondolkodni. Hát 33 évig a középkorban nem maradhatott egy ország trónján senki sem, aki ezt nem tudta megcsinálni. Tehát ebben biztosak lehetünk. Mi van akkor, ha sikerül dinasztiát alapítania? Tehát a fia, Korvin János kerül hatalomra az ő halála után, ahogy ő ezt egyébként tervezte és próbálta megalapozni. Hát akkor legfőképpen megúszta az ország 1490 utáni trónharcokat, nincs osztrák betörés, nincs török fenyegetettség, és nem kell egy egészen új társadalmi elitet, egy kormányzati modellt kialakítani, hogy a újonnan érkező Ulászlónak ezt majd meg kell. De meg kellett volna tennie Miksának is, ha ő nyerte volna meg, és a Korvin pedig automatikusan vehette volna át apjától a trónöröklést. A középkor egyik legnagyobb problémája, ha nincs fiútód. Egy apjának a hivatalnok gárdájával és apjának a nemességével együtt, ugye? Tehát a hűséges embereivel együtt, és az fontos ilyenkor. Ez nagyon fontos, de azt nem szabad elfelejteni, hogy Korvin ugye törvénytelen. Ha eljátszunk a gondolatot, hogy mi lett volna, ha, akkor az, az igazi játéknak az lett volna a lényege, hogy Korvin törvényes utód. Mert amit itt erről beszéltünk, ez inkább az a forgatókönyv. Ha kérdés, hogy elfogadta volna még a mátyási politikai elit elfogadta volna Korvin, mint ahogy láttuk, hogy nem fogadta el. Mi lett volna, ha mindez sikerül így megőrizni, akkor Magyarország megúszhatja 1526-ot, 1541-et. Ki kellett volna tartanunk az 1570-es évekig, az már az oszmán törökségnek a csúcspontja, és aztán lefelé mennek. Igen, az a gyanúm, hogy előbb-utóbb, persze ez csak mi lett volna, ha előbb-utóbb sajnos a török birodalom olyan erőfölényre tesz szert, amivel önmagában Magyarország egyedül biztosan nem tudott volna, vagy jó esélye nem tudott volna megbirkózni, de egészen más tárgyalási alapunk lett volna mondjuk a Habsburg birodalommal, nem pedig egy megszállt területként, hanem mondjuk egyenrangú félként, vagy a Jagelló királyságával például. Nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, izgalmas visszapillantani így a történetben. Mi lett volna, ha így is? Mert tulajdonképpen arról beszélünk ilyenkor, hogy az akkori emberek mit gondoltak végig, milyen lehetőségeket? Hát meg sokszor elfelejtjük, hogy csomó olyan információ birtokában vagyunk, például 1526-ban történik Mohács, amit 1490-ben még senki sem tudott. Igen, hát hál' Istennek ők még nem tudták, milyen jó lenne, mi sem tudnánk róla, mert nem történt volna meg. Kedves nézőink, a történettudományt mára a természettudományok is hathatósan segítik, így az archeogenetika segítségével most esélyt kaptunk arra is, hogy Mátyás király maradványait beazonosíthassuk. Mindjárt ezzel folytatjuk. Vajon sikerül-e megtalálni Hunyadi Mátyás csontjait? A király maradványait nagy valószínűséggel a székesfehérvári osszáriumban találjuk, sok más királycsonttal egyetemben összekeverve. Beazonosításukhoz viszont vér szerinti utódok génjeire is szükség van. A Magyarságkutató Intézet munkatársai a történelem során először közel kerültek a felfedezéshez, az archeogenetika tudományának segítségével. 2021. januárjában Horvátországba utaztak, hogy feltárják Mátyás fia Korvin János és unokája Kristóf maradványait Lepoglava kolostorában, ahol több mint 500 éve örök nyugalomra helyezték őket. A magyar kutatók a maradványokból szerzett genetikai minták alapján dolgoznak tovább Mátyás király beazonosításán. Most pedig a Magyarságkutató Intézet munkatársaival folytatjuk. Neparáczky Endre van itt velünk, az Archeogenetikai Intézet igazgatója, köszönöm. És Makoldy Miklós, a Régészeti Kutatóközpontnak az igazgatója. Jó estét kívánok! No hát túl vannak már ezen a, mondjuk úgy, hogy ásatáson, vagy mintavételen. A régészek kezdik, ugye először megmondják, hogy hol lehet, és mit, és aztán utána jönnek a genetikusok, és akkor kiveszik a mintát, és akkor hasonlítgatnak mindenféleket. Hogy kezdődött ez a folyamat? Hát először is egy államközi diplomáciai beszélgetéssel, megbeszéléssel, megállapodások aláírásával, és azzal, hogy Horvátország és Magyarország egy közös kiállítást rendezett a Horvátország és Magyarország 800 éves közös sorsáról. Mindennek egyébként Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter volt a mozgatórugója, és ez a diplomáciai csoda, ami létrejött a két ország között, ez nélküle nem jöhetett volna létre. És akkor ezek után jött a tudományos része a dolognak, amikor már az engedélyek megvoltak, hogy régészek az archeogenetikusokkal együtt elmentünk a Magyarságkutató Intézet részéről a lepoglavai Pálos kolostorba, ahol a történeti források szerint ugye Hunyadi Mátyás fiát, Korvin Jánost, és az ő fiát, Korvin Kristófot temették el. A sírhely az megvolt, ugyan nagyon izgatottak voltunk, hogy az elmúlt 500 évben ugye többször felnyitották ezt a sírkamrát, és leírások voltak arról, hogy az 1800-es évek végén antropológiai vizsgálatok is zajlanak. Tehát nagyon reménykedtünk benne, hogy a csontok a helyükön lesznek, mert biztosat nem tudhattunk. De Csigázon ott voltak? És amikor felnyitottuk, és megláttuk azt a késő barokk erekjetartó koporsót, amiben visszarakták a csontokat a Corvinus Christophorus és a Corvinus Johannes felirattal, és láttuk, hogy a szétporlat ládából embercsontok lógnak ki, és csak ez az egy koporsó van a sírgödörben, akkor már megnyugodtunk, de a legnagyobb élmény az lehetett, vagy az volt számomra, amikor dokumentálás után felnyithattuk ezt a erekjetartó koporsót, és benne szemmel látható volt, hogy egy 30 év körüli felnőtt és egy 5 év körüli gyermek csontjai találhatóak, ugyan másodlagosan összerendezve, de már látszott, hogy ezek a királyi csontok lesznek. És amikor ezeket kiadhattam vizsgálatra Endrének, és a kezemben tarthattam egy bizonyíthatóan királyi sarnynak a csontvázát, vagy a koponyáját, az leírhatatlan érzés volt számomra. És akkor jött a mintavétel. Ez sikerült meghatározni nyilván azokat a géneket, amelyekkel majd lehet dolgozni visszafelé is? Mátyás, Hunyadi János, és így tovább? Így van, és itt ki kell emelni egyébként a horvát félről is egyfajta rugalmasságot, mind az egyházi részről, mind a régészet és a kulturális részről, és még egy kiegészítés volt, hogy a helyszínen kellett mintát venni. Ez azért nehézkes folyamat, de ma már képesek vagyunk rá a kutatóközpontunkban, és sikeres volt ez a mintavétel. Mi alapvetően kételkedünk, még egy másik fontos része volt, az említett korábbi antropológiai embertani vizsgálatokat megismételtük, így egyfajta össze fogjuk vetni a 19. század végi Török Aurél végzett embertani mérésekkel és számokkal, ugyanazokkal az eszközökkel még a helyszínen Kisusz a kollégám elvégezte ezt a feladatot, sőt egyébként 3D rekonstrukciós fotót is készítettünk három dimenzióba. Látni fogjuk a koponyákat, és szeretnénk egy biológiai arcrekonstrukciót is készíteni a koponyákat. Valószínűleg a felnőtt koponyáról tudunk egy jobb minőségűt, de ezt a biológiai arcrekonstrukciót egyébként még a genetikai eredményekkel fogjuk támogatni, hiszen tudjuk majd prediktálni akár a szemszín, hajszín, markereket, hogy mi lehetett a feltételezhetően, tehát itt nem egy ötlet szinten fogjuk, és digitálisan, és ezen is dolgozunk most már a kutatóközponton, és el tudom mondani, hogy ez is folyamatban van. Az biztos, hogy itt Korvin János és a fia Korvin Kristóf maradványait találták meg, tehát ez beigazolódott a genetikai mintavétel után. Így van, a kutatásunk első kérdésfeltevése az volt, hogy ki tudjuk-e nyerni ugye a DNS-t, és ha ki tudjuk nyerni, akkor egy klasszikus igazságügyi apa-fiú vizsgálatot, DNS vizsgálatot hajtunk végre. Ugyanezt csinálják ma a bíróságon, ugyanazt a technológiát alkalmaztuk, és én azt gondolom, hogy ezek után, miután a történeti, a régészeti adatok és az apa-fiú kapcsolatot egyébként kiegészítettük szénizotópos kormeghatározással is, úgyhogy minden egyes adatunk azt mutatja, hogy Hunyadi Mátyás fiát és unokáját sikerült DNS vizsgálatba bevonnunk, és azzal, hogy azt most már el tudjuk mondani, hogy ezek az eredményeink megvannak, jelenleg a publikáció megjelenés alatt van egy nemzetközi szakfolyóiratban, azt viszont lehet tudni, hogy ennek segítségével bárhol is legyen, és feltételezhetően ugye Székesfehérváron nyugszik Hunyadi Mátyás, az édesapuka, de akár a nagyszülőt is tudjuk biztosan azonosítani. Na jó, és azt hogy teszik meg, mert azért a székesfehérvári királycsontok, azok, ha jól tudom, akkor egy elég komoly összekeverésnek estek áldozatul, az itt volt egy török uralom, és aztán utána feltárások és egyebek. Szóval most minden egyes csontot megvizsgálnak, amely ott van ebben az osszáriumban? Nem tudom, hogy hány csont van összesen, az összeset Nagyon sok csont maradványt őriznek. Itt is egy részletes kutatási tervünk volt a székesfehérvári osszárium vizsgálatával kapcsolatban, és ennek az elfogadása is megtörtént, itt is az egyházmegyét is kiemelhetjük, püspök urat, és mindenkit, aki elfogadta ezt. Itt is a kutatók a 20. században már mindent megpróbáltak, hogy amit lehet, azt rendszerezetten őrizzük meg, úgyhogy nem teljesen összekeveredett minden csontmaradvány, de nagy részt vannak benne keveredések, feltételezhetően. Itt a kutatás első fázisában kezdjük el a koponyacsontokat vizsgálni, talán ezt most már akik megfigyelik tudják, hogy az archaikus, az egykor élt maradványokban a koponyacsontban őrződik meg legjobb arányban az egykor élt egyénre jellemző örökítőanyag, és ez a kutatási fázis jelenleg zajlik, de örömmel tudom elmondani egyébként, hogyha van egy egyezésünk itt a Korvin János és Korvin Kristóf DNS maradványaival, ebben az esetben meg tudjuk találni Hunyadi Mátyást, de nem csak Hunyadi Mátyást tudjuk megtalálni, hanem volt korábban is említve, lehet más uralkodó dinasztiák, és itt a Turul nemzetség vagy az Árpád-ház rokonait, és mivel teljes genomanalízissel dolgozunk, ez azért fontos, hogy nem csak az anyai és az apai vonalkat, tehát a távoli ősöket tudjuk, hanem akár a közvetlen, néhány generációs távolságban lévő közvetlen rokoni kapcsolatokat is, tehát a családfát tudjuk azonosítani, legyen az testvérről, édesanyáról szó, és lépésről lépésre szeretnénk ezen a folyamaton dolgozni. Hát igen, most nyilván Hunyadi Jánosról is érdemes lenne beszélni, meg az ő származásáról ennek kapcsán, de azt hiszem talán arról kellene még szót váltunk, hogy a régészek hogy tudják segíteni ezt a munkát Székesfehérváron. A régészek úgy tudják, hogy az eddigi kutatás történetet áttekintjük, és a feltárásokból előkerült anyagokat megpróbáljuk régészetileg sírszámokhoz kötni, hogy lokalizálni lehessen minél jobban az összekeveredett csontok előtti állapotot, illetve hogyha felmerülne még olyan helyzet, olyan lehetőség, ami nem teljesen tisztázott a székesfehérvári koronázó bazilika területén, hogy a régi feltárások olyan helyesen végződtek el, akkor lehetőség nyílik arra is, hogy esetleg új régészeti kutatással igazoljuk a korábban elvégzett ásatásokat. Jó munkát kívánok önöknek, és érdeklődéssel várjuk, nagy-nagy érdeklődéssel várjuk az eredményeket. Kedves nézőink, Beatrix királyné Mátyáshoz hasonlóan szintén népmesei alak és a mondák asszonya lett. Igaz, bele a történetírás és az utókor nem bánt olyan kesztyűs kézzel, mint férjével. Pedig mi magyarok is igen sokat köszönhetünk az olasz nőnek, ahogy sokan nevezték a háta mögött. Kassai Katalin kolléganőnk ennek járt utána. Beatrix királyné, vagy ahogyan a kortársai emlegették, az olasz nő megjelenésével a reneszánsz felvirágzásnak indult hazánkban. Ez köztudott, de hogy Beatrix volt az első ismert magyar sakkozónő, arról már ritkábban szól a fáma. Lássuk néhány érdekességet a királynő életéből. Aragóniai Beatrix, nápolyi királyhercegnő, kétszeres magyar királyné. Életét pompa, fényűzés, a művészetek imádása, rejtélyes halálesetek, vádak, kudarcok és bukott dicsőség jellemzik. Korai nápolyi évei alatt írta róla egy névtelen történetíró. Beatrix sem makulátlan, egy igen kellemes külsejű ifjú a szeretője, akit egy reggel holtan találnak a szobájában. Ennél több léhaságot azonban nem tudnak vele kapcsolatban említeni. Hogy igaz-e a történet, és hogy oka lehetett ez a léhaság a későbbi meddőségének, ami aztán az egész sorsát meghatározta, hát arra már nem igen kaphatunk választ. Semmilyen hiteles forrás nem igazolja, hogy ez valóban így lett volna. Ennek ellenére nem zárható ki, azért a 15. században ilyen esetek előfordultak, még királyi házakban is. Minden esetre ez nem nagyon befolyásolta Beatrixnak a későbbi sorsát sem. 1476. december 22-én hatalmas pompával megrendezett, hetekig tartó lakodalom alkalmával lett Mátyás király felesége. Mátyás szerelmes. Az asszonyába, annak műveltségébe, nagyvonalú életigenlésébe, egész mivoltába. És hogy igaz szerelem volt-e, arról így ír Hans Teibold korabeli bajor szemtanú. Vízkereszt ünnepén a király a királynét kereste, kézen fogta és a hálószobájába vezette. A királyné olasz kísérete sokáig várakozott az ajtó előtt úrnőjére, de a király feleségét magánál tartotta. A házasságkötéssel magyar vérfrissítés is történt az uralkodó családban, Beatrix vérében ugyanis az Árpádok vére csörgedezett. A magyar királyházhoz több köze volt szinte, mint Mátyásnak, bár nagyon távoli volt ez a rokonság, hiszen jó 200 évvel korábban volt egy magyar őse. Második András királynak a lánya, Jolánta volt az, aki feleségül ment az aragóniai uralkodóhoz, Jakabhoz, és hát aztán az ő gyermekei vitték tovább az aragóniai házat, és hát ebből a családból származott aztán le a 15. század közepén maga Beatrix is. Mint a királynék általában nyilván tudnia kellett magyarul is, hiszen így tudott kommunikálni, valószínűleg magával Mátyással is, hiszen tudjuk, hogy Mátyás például nem tanult meg olaszul, bár igazi nyelvtehetség volt. Beatrix a hadjáratokra is elkísérte férjét, döntésekben és játszmákban is a király partnere volt. Erről így írt Antonio Bonfini az olmützi tárgyalások idején. A király tisztelgés kedvéért az úton átsétálva naponta barátilag fölkereste a szemben tanyázó Ulászlót. Átvezette a királyi lakba, betessékelte a belső szobába, és Beatrix jelenlétében családiasan, kedélyesen eltársalgott vele, néha megkérte, hogy sakkozzon a királynéval. Beatrix nem csak a műveltségében és szokásaiban volt újító, hanem a gasztronómia területét is forradalmasította. Milyen újdonságokat vezetett be a királyné? Sok mindenben megújította az udvarnak a eléggé középkorias viselkedését itt Magyarországon. Részben maga az étkezési kultúrának egy csomó új elemét behozta. Talán a legismertebb ugye a villa használata. Korábban is ismerték a villát Magyarországon is, de az úgynevezett egyágú villát használták. Ezzel szemben Beatrix idején, a 15. század végén megjelent legalábbis a királyudvarban a kétágú villa. Beatrix nagy bánatára nem tudta utóddal megajándékozni férjét, így Mátyás halála után veszélybe került pozíciója, hatalma. A korabeli történetírásokban felmerül Beatrix bűnössége a király halálát illetően, de máig az az uralkodó nézet, hogy nem állt érdekében. Ártatlan vagyok. És hogy mi a különbség az akarom és az igen között? Hát, sorsdöntő. Beatrix második Ulászlóval kötött kétségbeesett házassága, tudniillik, hogy megtarthassa királynéi rangját, érvénytelen volt. Bakóc Tamás, akkori győri püspök ugyanis szándékos formai hibát vétett, és a hivatalos akarom válasz helyett egy igent kért a vőlegény Ulászlótól. Tovább növelte Beatrix szégyenét, hogy a nász éjszakát sem hálták el. Dicsőségének bukása után Beatrix visszamenekült Itáliába, ahol gyakorlatilag nélkülözésben teltek utolsó évei. Lám, mit sem ér a megélt boldogság, ha a féltékenység és a hatalomvágy megmérgezte azt. Mátyás imádott hitvese élete utolsó éveiben keserűen tapasztalta meg, milyen vágyakozni azután, ami a miénk volt. Aláírás: Infelicissima Regina, a legszerencsétlenebb királyné. Zay Orsolya régésszel, történésszel folytatjuk, a Dobó István Vármúzeum munkatársával. Jó estét kívánok önnek is. Na, mit tettek a 16. századi, 15. századi emberek a királyi udvarban? Hát a pornépet most hagyjuk talán. A királyi udvart nézzük meg. Van egyébként mind a kettőben, tehát közös vonások is vannak, és természetesen főleg Beatrix miatt egyébként nagy különbségek is lesznek. És nem feltétlen kell kijavítani, hogy 15. vagy 16. század. Van a kettő között is különbség, de sokkal... ezt már mondhatnánk egy korszaknak, tehát az 1400-as évek vége, 1500-as évek eleje azért eléggé hasonlít egymásra. Miket esznek? Olyan élelmiszereket természetesen megengedhet magának az uralkodó, amit mondjuk egy egyszerű falusi ember nem. Például hozathat sózva, vagy ha nagyon gyorsan hozzák, akkor frissen tengergyümölcseit. Ami nekünk furcsa lehet, de mondjuk úgy, hogy az ő szabadossági idejük az nem ugyanaz, mint nálunk, tehát hogy a 2-3 napja hozott polip az mondjuk még belefér a repertoárba. Mert vannak erre receptek, ugye, hogy lehet az egyébként, hát a vadat is ugye nem hűtve hozzák be az erdőből, hanem hát lehet, hogy 2-3 napig utazik az a vaddisznó, és az alatt történik vele egy más dolog, de van erre recept, hogy lehet rendbe tenni. Van erre is recept, meg nem mindegy, hogy hány napos, illetve hát szag és szín alapján osztályozzák őket. Erre egyébként mondjuk egy 50 évvel későbbi írott forrás anyag van, jó, hogy ha vadásztattak például főurak, akkor családi levelezésekben olvashatjuk, hogyha a húst már nem küldöm tovább, kegyelmednek, mert hogy igen, zöld, de a piacra még jó lesz. Tehát, hogy azért van az a társadalmi kategória, amely esetleg egy kicsit nekünk már romlott húst is megveszi. Ebből az időszakból már vannak receptjeink, receptkönyveink is vannak, vagy csak receptek maradtak? Mátyás korból receptjeink vannak, az első magyar nyelvű szakácskönyv az 1500-as évek közepe lesz, és akkor sem nyomtatott formában még, hanem a főuraknál, nemesi családoknál marad meg jobban. Az első nyomtatott szakácskönyvünk egyébként az Kolozsvárról származik, és az 1600-as évek közepéről, de olyan recepteket gyűjt egybe, ami egyértelműen egy 100 évvel korábban is divat. Tehát ezért szoktuk használni így a 1400 vége, 1500-as, 1600-as évek, ez egy, hogy mondjam, gasztronómiai kör. Az 1700-as évek lesz egy nagy váltás. Jó, hát a tengergyümölcseit már említett. Ezt nyilván az Adriáról viszonylag gyorsan ide lehetett hozni. Hát mondjuk így, hogy pár nap alatt ide lehetett érni, hogyha jég alatt volt, szalma alatt, akkor azért ügyfe is volt valamennyire, ha tudták jég alá tenni. Na, mindegy, ezt most hagyjuk. De ugyanazokat jelentik-e a szavak? Tehát mondjuk, ha azt mondom, hogy pástétom, akkor az ugyanaz-e a középkorban, mint most? Nem, valóban vannak olyan kifejezések, amiket ma másképp használunk. A pástétomra ma a legtöbb embernek valamilyen krém szokott az eszébe jutni. Hát ma mi úgy neveznénk, hogy pite. Nagy divat egyébként a késő középkor, kora újkor folyamán, tehát hogy tészta bundában vagy tészta héjban sütök, édeset, sósat, általában szezonális gyümölcsöket, zöldségeket vagy húsokat is, és ez egész Európában elterjedt. Szóval arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy igen, Beatrixsal érkezik egy itáliai hagyomány, viszont Európában, hogy mondjam, divathullámok vannak, és ez a gasztronómiára is igaz, szóval a regionális eltérések mellett azért vannak olyan tendenciák, receptek, amik egész Európában megjelennek, ebből is tudunk rekonstruálni. Hozott magával néhány eszköz, de hozott magával ételeket is. Hát süteményeket tulajdonképpen, mit mondhatunk ezekről? Mert látom a villát, az a kétágú villa, igen. Jó, ezt tudjuk már, hogy ebben az időben látjuk a kanalat, ez sokkal mélyebb, mint a most megszokott kanalak, ott van kés és egyebek. No de, mit mondhatunk ezekről a süteményekről, vagy valamikről, amiket hozott? Hát ez reflektál egyébként az előző kérdésére és az alapanyagra, mert hogy marcipánt látunk, ugye mandula és cukor. Itt most a kanál és a kés és? Van még, és mindjárt itt érkezik. Igen, ugye ha még most a kanalat nézzük, akkor az azért is érdekes, mondta, hogy mélyebb, de nem csak a mélysége, hanem a formája is érdekes, ugye ma a tojás alakút részesítjük előnyben, itt meg egy kerek kanalat, egy teljesen kerek kanalat látunk. Igen. És most a marcipánnál pedig úgy látom, hogy ez ilyen figurális valami, ugye? van. Nagyon sok leírásunk van a Mátyás korból is, nem csak Mátyás udvarából, hanem más királyi udvarokból, hogy nagyon szeretik a díszítéseket, a cukrászok léteznek már ebben az időben is, és ábrázolásunk nagyon kevés van. Úgyhogy amikor rekonstruálunk, akkor a leírásokból és a fantáziánkból kell dolgozni. Egy 100 évvel későbbről sokkal több a képi forrásunk, de nagyon jó leírásaink vannak, az alapanyagokat tudjuk, azt is, hogy hogyan készítik a marcipánt, és hogy borzasztóan szeretik, és ugye a cukor, amit említettem, az az alapanyag, ami Mátyáskor végén és a kora újkor elején jelenik meg, is robbanásszerűen Európában. Ez a cukormánia akkor indul el, ami a mai napig létezik. A cukornádból, ugye nyilván ja, akkor még cukorból, így is nevezik egyébként a magyar források, hogy nádméz. Nádméz. Jó, hát jól elnevezték minden esetre. Füge, mert ugye van a híres füge, ugye 1490, ugye ne is említsük az időpontot, ugye Mátyás halálához kötjük ezt a fügét. Ugye a Mátyás kertjében már van, hogyha ma sétálnak ugye a Mátyás Király Múzeumban, akkor a rekonstruált kertben is lehet találni. Vannak olyan részek a magyar területen is, ahol megterem, tehát hogy meg is érik, be is érik. Léteznek fügés receptek a korszakban, és a magyar szakácskönyvekben is megjelenik egyébként. És hogy kell elképzelni egy ilyen lakomát? Volt előtte például kézmosás? Igen, rituáléja van. Egy főúri, meg egy királyi lakomának rendszere van. Nem csak úgy leülök, és akkor mindenki bolondozik és eszik zenébe, az is benne van. De ugye mindig aki rendezi, jelen esetben az uralkodó, tehát hogy ő az, akinek először felszolgálnak, aki elindítja az egészet, megkóstolja már az étekfogó után, és akkor annak is sorrendje van, hogy milyen ételeket szolgálnak föl. Most értem ezzel, hogy kihozzák a sót, kihozzák a kenyeret, amit szeletelnek, van külön ilyen funkció és a kenyér szeletelő egy nemes ember, aki ezt megteszi. Olyan funkció nem volt, aki előkóstoló volt Mátyás előtt? De van, általában az uralkodóknál és a nemeseknél. Mert a mérgezés. Van ilyen. Persze, ez benne, ez igazából világszinten ismerjük igen. Ezt a funkciót. Igen, ez is szokott lenni, csak hogy hogy értsék a mai emberek, a főuraknál és királyoknál szolgálni, az egy presztízs. És nem mindegy, hogy ki kapja meg ezt a tisztséget, tehát hogy ezért a főnemesek versengenek, hogy ő kenyérszelő lehessen, hogy a húst kiszeletelje, hogy kihozza a poharat. Ugye általános iskolából ismerhetjük a pohárnok kifejezést, nem szoktunk utána gondolni, meg kell tanulni suliban, hogy van ez a pohárnok, de hogy ez valóban azt jelenti, hogy ő közel lehet az uralkodóhoz. Meg tud bizalmi dolgokat beszélni, ezért fontos ez a funkció. Az edény azok ugyanolyanok voltak, mint ma, tehát a többi edény, mondjuk volt leveses tál, amiből szedni lehetett, voltak tányérok, volt lapos tányér, mély tányér, ezeket így képzeljük el az étkészletet? Részben igen, részben nem. Azt mondtam ugye, hogy ez egy egységes korszaknak tekinthető, ez az 1004 végétől 1007-ig. Ekkor alakulnak ki egyébként azok a szokásoknak a nagy része, amit ma is ismerünk. Tehát a leveses tányér ebben az időben jelenik meg, tányér néven találjuk meg a írott forrásokban, és maga a forma kerámiából is. Tehát, hogy ekkor kezd el rögzülni a leves, mint főétel. Előtte közös tálból szedtek? Ekkor is szednek közös tálból, csak már van sajátom. Értem, de úgy értettem, hogy közös tálból szednek, hogy abból is ettek, esetleg közös tálból ették. Nem mondjuk mindenki kiszed magának, ez mindig értem. Így van. Tehát, hogy van valami, amire rászedem. A szeletelő kenyér például ezért kell, mert hogy arra csöpög rá az a sokféle hús lé, mert hogy párolják és sütik a húsokat, emellé pedig nagyon sokféle, és akkor megint, hogy szószok, nem szósznak nevezik, mártásnak nevezik, vagy lének ebben az időben. Ezekből szedek a szárazabb hús mellé, rácsöpög a kenyér, és a legvégén megeszem. Mit hozott Beatrix Magyarországra ezekből, amiket elmondott? Tésztafélék, keltészták. Például makaróni receptünk van a korszakból, nem paradicsomos egyébként, és az 1600-as évekig egyébként így ismert. Sajtosan, olívaolajosan, tejfölösen eszik. Ez egy hosszú tészta, metélt tészta, amit készítenek ekkor, és a keltésztáknak is egész Európában ekkor kezdenek el elterjedni úgy igazán a keltészták, és erre az is jó forrás, hogy a pékek elkezdenek a céhek különválni, lesz külön zsemlés, pereces, tehát hogy külön válnak a különféle funkciók a királyi konyhán is, meg már a városban, amikor vásárolok, akkor is. A lakomára csak azt engedték közel a királyhoz, akinek nagyon volt ott dolga, ugye? Tehát nem volt olyan, hogy valaki besétált, és akkor oda tett valamit az asztalra. Hát igen, alapvetően általában a királyon ez nem jelenik meg, de ugye azért a korabeli forrásokból tudjuk, hogy ez igazán Beatrix-szal jelenik meg, hogy nagyon elszeparálódik az uralkodó, hát nem is a köznéptől, mert tőle eleve el van, de hogy mondjuk nem akárki mehet be hozzá a főuraktól sem. Beatrix megkövetelte azt, hogy az, ahogy náluk Itáliában ez folyik, az lehetőleg jelenjen meg itt is. Persze, hát nem lehet csak úgy az uralkodóval egy tából cseresznyézni. Ha cseresznyézni nem, de esetleg vaddisznómártástani talán. Ja, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta. Kedves nézőink, mai adásunk végére értünk, jövő héten ugyanebben az időben várjuk Önöket, akkor 1918-19-ben az első világháború utáni Magyarországra látogatunk. Kedves bátyám, rég nem írtam neked, de igen hosszú utat tettem meg azóta. Tán meg sem kaptad utolsó lapomat, tán ezt sem kapod meg soha. De azért írok, és járom az utam. És mindannyian, akik nem tettük le a fegyvert. Nem tettük le, amikor gyalázatos módon majd 400 000 magyar és osztrák bakával letétették, még 18. november 3-án, 13:20-kor. Kedves nézőink, Önök az M5 Históriát látták, jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Kövessenek minket a közösségi médiában is, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu weboldalon és a YouTube-on is. Viszontlátásra!